elbúcsúztak. Zalaegerszegen több mint 900 diák ballag. Megméretnek. Zajlik az egészségtudományi karon a tudományos diákköri konferencia. 50 éve együtt. Házaspárok erősítették meg több évtizedes fogadalmukat. Ez a zalaegerszegi televízió híradója. Jó estét kívánok! D. Varga Ádám vagyok. 2023. május 5-e, péntek van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Minden középiskolától búcsút vesznek a napokban a végzősök. Zalaegerszegen idén 10 intézményből összesen 922 diák ballag. Mi ezúttal a Széchenyi Technikum fiataljait kísértük el életük egyik fontos állomásán. A ballagók hagyományosan a termeket végigjárva köszöntek el az iskolától, ahol az elmúlt éveket töltötték. A közelmúlt a legtöbbekben jó emlékeket idéz. Mint mondják, meghatározó volt számukra az itt lét. Műszaki informatika szakon végeztem. Hát a középiskolai évek nyilván talán a legszebb éveim voltak. Tehát ugye most jön az egyetem. Épülgépész szakon végeztem. Hát nagyon sokat köszönhetek a tanáraimnak, ugye az országos ÁSZÉV versenyen 5. helyezést értem el, ehhez nagyban hozzájárultak a tanárok, akik a szakmai tudást átadták nekem. Hát sok emléket viszek magammal, leginkább jót, mert jól éreztem magam itt, de szeretném tovább folytatni ezt az utat, és tovább szeretnék tanulni egyetemen. A Széchenyiben most 4 közösség ballagott. A 12. béseket Szabó Ágnes osztályfőnök búcsúztatta. Mindig izgatottan várjuk a ballagást, valaminek a vége, a diákok számára pedig valaminek a kezdete lesz. Örülünk, és egyben szomorúak is vagyunk, egy nagyon jó osztályközösséget veszítek el én, bízom benne, hogy jövőre, mint technikusi osztály, még maradhatnék osztályfőnökük. Az ünnepség résztvevőit Németiné Lővei Zsuzsanna igazgató köszöntötte. Beszédében kiemelte, eredményes évet zártak, a végzősök közül is sokan öregbítették az intézmény jó hírnevét. A tanévben rengeteg sikerünk volt, talán legjobban kiemelve a világversenyen elért ezüstérmünket, amit az egyik tanítványunk ért el víz- és központi fűtés gázszerelő szakmában Magyarország egyik legjobb eredményeként. De egyébként 2 országos első helyünk is van. Az igazgató hozzátette, most 66-an ballagtak, helyükre ősszel 137 elsős érkezik. Zalaegerszegen szombaton már csak a Zrínyi gimnáziumtól köszönnek el a negyedikesek, hétfőn pedig valamennyiük számára megkezdődik az érettségi. Rekordszámú, közel 180 egyetemista mutatta be kutatását a 29. tudományos diákköri konferencián. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának 2 napos rendezvényét, melyen közel 300-an vettek részt, a Keresztúri Művelődési Központban nyitották meg. A fiatalok 17 szekcióban számoltak be eredményeikről. A gyógytornászok elmondták, hogy a hivatásválasztásban és a dolgozataik elkészítésében egyaránt szerepet játszott legfőbb céljuk, miszerint enyhíteni szeretnék a betegek fájdalmát. Mindig is nagyon érdekelt maga a mozgás, az emberi szervezet. Nekem nem adatott meg sajnos a versenyszerű sport, és így gondoltam, hogy láttam édesanyámon is a szülés következményeit, és akkor így gondoltam, hogy a mozgás által én az ő életminőségükhöz hozzá tudok járulni. A párom tűzoltó, így ő mondta, hogy lenne egy ilyen lehetőség az ő parancsnokságukon felmérni a tűzoltókat, mivel én meg pedig gyógytornásznak készülök, így adott volt a lehetőség, hogy engem érdekel, hogy az ő szervezetüket milyen hatások érik, így elkezdtük igazából a parancsnoksággal az együttműködést. A tanácskozásra Pécsről, Kaposvárról és Szombathelyről is érkeztek egyetemisták a Zalai Vármegye székhelyre. Minden hallgató a saját kutatási témájából készült fel, az egészségtudomány területén belül gyógytornász, mentőtiszt, ápoló, tehát mindenféle területről érkeztek hallgatók. Van 3 külföldi szekciónk is egyébként, tehát már a külföldi hallgatók is megjelentek, és az nyilván angol nyelven folyik, és mindenki megmérettetik a saját területén, díjazva vannak a hallgatók, illetve külön hőgdíjat is kapnak. Nálunk tradíció az ugye az egészségtudományi karon, hogy minden évben
más képzési központban tartjuk a diákkori konferenciát, így most jelen pillanatban Zalaegerszegen vagyunk, de én nagyon-nagyon emlékszem, amikor utoljára itt voltunk, és nagyon jó emlékeim vannak, mert egy nagyon-nagyon jó konferenciát rendeztek igazgatóasszonyék. A programsorozat szombaton Mészáros Lajos, a Zalaegerszegi Képzési Központ korábbi igazgatójának tiszteletére tartott emléküléssel és eredményhirdetéssel folytatódik. Megerősítették a zalaegerszegi házaspárok több évtizeddel ezelőtt tett esküjüket a város dísztermében rendezett ünnepségen. A szertartás pár évvel ezelőtt vált hagyománnyá a zalai vármegye székhelyen. Kocsis Éva csokrád 60 szál fehér szellő rózsából kötötték. Férjével, Bakonyi Sándorral 60 esztendővel ezelőtt, 1963-ban az egykori városházán, a mai múzeum épületében mondták ki először a boldogító igent. Az évfordulós eseményre két dédunokájuk és menyük is elkísérte őket. Október 19-én lesz egyébként a dátum, de most, hogy ez a városi rendezvény van, így volt praktikus, hogy jelentkeztünk. Sok mindenen átmentünk a 60 év alatt, hogy egy kicsit azért kimozduljunk a dolgokból, úgy gondolom. Újságba olvastuk, és úgy döntöttünk, hogy eljövünk. A város lehetőséget biztosít a zalaegerszegi házaspároknak, hogy az 50., 55. vagy a 60. évfordulón megerősítsék fogadalmukat. A város idősügyi tanácsa, amikor elfogadta az idősügyi koncepciót, akkor annak az volt a lényege, hogy mivel ezek a idősek, az előttünk járó generációk és nemzedékek annak idején nagyon sokat tettek a városunkért, a közösségünkért. A szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink generációja tulajdonképpen a II. Világháború pusztulása után újra felépítette a fiatalabbaknak ezt a várost, ezt az országot. Nagyon sokat dolgoztak értünk, nagyon sokat tettek és aggódtak, ezért itt az ideje és lehetőség annak, hogy valamit visszaadjunk abból a sok-sok szeretetből és gondoskodásból, amit kaptunk. A szépkorúakat örökzöld dalokkal és szavalatokkal köszöntötték. A feleségek és férjek az eskütétel után kézjegyükkel hitelesítették jubileumi házasságlevelüket. Csatárban rendezték meg az általános és középiskolások Zalai Kincskereső című vetélkedőjének második fordulóját. A döntőbe jutott 8 fős csapatoknak a megyei értékekkel, azaz a hungarikumokkal kapcsolatos feladványokra kellett válaszolniuk. A gyermekek ismereteket szerezhettek a falu történetéről, a folklór hagyományokról, a térség természeti kincseiről, a szabjavívásról, valamint a magyar pásztor és vadászkutya fajtákról. Tudásukat a gyakorlati és elméleti feladatok megoldásával tesztelték. Eddig ez a negyedik feladat, ahol vagyunk, és ezt tetszik eddig a legjobban. Itt néptáncolnunk kell. Volt, ahol az erdőkkel, a Zalaerdőtől jött valaki, és kérdezett róluk minket. Volt, ahol oklevelet kellett rajzolni, és volt egy rész, ahol pedig vívni és kardozni tanítottak minket. Eddig nagyon tetszik az egésznek a hangulata, meg úgy minden. Ugye most néptáncos feladaton voltunk, táncolnunk kellett, illetve volt egy elméleti része, ahol egy szöveg alapján kellett feladatokat megoldanunk. Igen. Voltunk egy vívós feladatnál, ott ugye gyakorlatban vívnunk kellett, egymásra mutattak gyakorlatokat, és azokat kellett leutánoznunk. A pályázatokat 2014 óta hirdetik meg a megye oktatási intézményeiben. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek és a fiatalok mind jobban megismerjék szülőföldjük értékeit és tradícióit. Tudni kell azt, hogy a megyei értéktárba számos olyan nevezetesség van, amelyikre a megye bármelyik polgára büszke lehet. Természetesen a mai vetélkedőn olyan megyei értékeket választottunk, amelyek Zalához kapcsolódnak, így a vívórendszertől elkezdve a néptánc, a folklór elemein keresztül szó lesz többek között, illetve feladat lesz az íjászatról, és a Zalaerdő is egy külön feladatcsoporttal készül, hiszen a zalai gímszarvas roppant fontos eleme az értéktárnak. Nagy hangsúlyt helyezünk a különböző korosztályok
számára a hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek és a helyi értékek megismertetésére. Nagyon fontos a mai globalizálódó világban a helyi értékek ismerete, a nemzeti értékeink ismerete, ezáltal az identitásunk megőrzése is. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalok ezzel találkozzanak, és egy nagy öröm számunkra, hogy egyre többen vesznek részt ebben a játékban. A nyertes csapatok képviselik Zala vármegyét június elején Balatongyörökön, a Kárpát-medencei döntőn. Fotókiállítás nyílt a Liszt iskolában. Az intézmény galériája mától Cédli Mónika Közel című első önálló tárlatának ad helyet. A természetfotók a tanév végéig tekinthetők meg. A negyedikesek műsorát követően Horváth Zoltánné köszöntötte az alkotót és a résztvevőket. Az ötletgazda több mint két évtizede szervezi a galéria eseményeit. Ennek eredményeként évente több alkalommal kerülnek változatos alkotások a paravánokra. Az alapötlet az volt, hogy minden tanévben legalább 4-5 kiállítással próbáljuk a gyerekekhez közelebb hozni a művészeteket, és ebbe beletartozik azt, hogy minden évben szeretnénk fotóst, népművészt és a képzőművészet különböző területein dolgozó alkotóművészeket ide meghívni. És olyan csodás dolog, hogy eddig még senki nem mondta azt, hogy nem, pedig hát azért egy iskolai galéria nem a világot megváltó deszka, de én úgy gondolom, hogy ők is érzik, hogy mennyire fontos a nevelés területén az, hogy a gyerekek művészet közelben legyenek. A természetfotókból álló tárlatot Nagy Réka klinikai szakpszichológus nyitotta meg. Mint mondta, Cédli Mónika képein nem csupán a természet szeretete, de az élet iránti tisztelet is látszik. A most pénzügyi területen dolgozó alkotó Szombathelyen végzett magyar rajzszakos tanárként. A fotózás gyerekkora óta érdekli, és úgy tervezi, hogy egyre elmélyültebben foglalkozik majd ezzel. Nagyon szeretem az állatokat, mindig nagyon érdekeltek, és szerettem is volna állatokkal foglalkozni. Ezért úgy döntöttem, hogyha már az élet nem úgy hozta, hogy állatokkal foglalkozzak, akkor legalább fotózhassam őket. Illetve szeretném azt megmutatni más embereknek, hogy az állatok igenis érző lények, tehát nagyon sokat tanulhatunk tőlük, hogy sokkal emberibbek legyünk. Cédli Mónika képeit először a sajtófotó kiállításon láthatta a közönség. A galéria legközelebb ősszel újul meg, a tervek szerint akkor Szőttesek veszik át a főszerepet. Cegléden rendezték az idei RAV erőemelő országos bajnokságot, melyen a Zalaszám ZAC versenyzője Somkereki Patrik is részt vett. Molnár Dániel tanítványa a junior 83 kg-os súlycsoportban indult, és az erős mezőnyben a negyedik helyen végzett. Teltház és remek hangulat várható szombaton a Zalakerámia ZTKK Falkó KC kosárlabda bajnoki elődöntő második összecsapásán. A párharcban a Vasiak vezetnek 1-0. Szombaton 17:15-kor dobják fel a labdát az elődöntő párharc második összecsapásán. A rendhagyó időpont a TV közvetítés miatt van. Szombaton az Zalakerámia sport és rendezvény csarnokkapui 15:45-kor nyitnak. A Kékfehér klub kéri, hogy lehetőség szerint időben érkezzenek a szurkolók, elkerülve a sorbaállást a beléptetésnél. Zalaegerszeg is részese a 10. színházi olimpiának. A rendezvénysorozat április 1-én kezdődött, melynek keretében 58 ország 400 társulata 7500 fellépőjével várja az érdeklődőket. A különleges előadások színházi, tánc, báb, gyermek és ifjúsági fesztiválok, amatőr és diákszínjátszó találkozók, kiállítások és szakmai programok országszerte zajlanak. A kezdeményezéshez a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház is csatlakozott. Ennek keretében adásunkkal egy időben a Báb Színházban Georges Méliès utolsó trükkje címmel a Cseh Drag Színház vendégelőadása látható. Május 7-én vasárnap 19 órai kezdettel pedig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata mutatja be Részegek című előadását. Híradunk végén, lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Elbúcsúztak.
Zalaegerszegen több mint 900 diák ballag. Megméretnek. Zajlik az egészségtudományi karon a tudományos diákköri konferencia. 50 éve együtt. Házaspárok erősítették meg több évtizedes fogadalmukat. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2023. május 5-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra!